Endre Finé Takács Mária, a Simon Tornyai Vármúzeum nyugalmazott igazgatója 2020 őszén több dr. Kis István Simon Tornyai helytörténészhez köthető dokumentumot adott át a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak. Az iratokat 1976-ban kapta ifjabb dr. Kis Istvántól Budapesten. Az átadott anyagban levelezés és régi iratok, okmányok, térképek szerepelnek. Ezen levelek között szerepelt egy köszönő levél, amelyet gróf Apponyi Sándor írt 1915-ben dr. Kis Istvánnak. Ez a köszönő levél tulajdonképpen egy udvariassági gesztus, de mégis azért annál több, hiszen ennek segítségével tudunk beszélni részben a címzetről, magáról a helytörténész orvosról, illetve az írójáról, a híres bibliofil grófról, akiben a múzeumunknak az egyik alapítóját tisztelhetjük abban a formában, hogy az ő gyűjteményének a felajánlásával indult el az a folyamat, amely 1895-ben végül is a múzeum megalapításához vezetett. Tehát Tolna vármegye közönsége ennek a felajánlásnak köszönhetően, illetve magának Vosinszky-Mórnak a gyűjteménynek a felajánlásának köszönhetően, hogy megalapította ezt a több mint 125 esztendős intézményt, amely a mai napig is működik. Nos, a levél az 1915 nyarára kelteződik, és annak az alapja, ez a kezembe tartott kis könyvecske volt, nem pont ez, hanem egy ehhez hasonló, amely a Simon Tornyai Vár rövid története címet viseli. Dr. Kis István ekkor már több évtizede foglalkozott Simon Tornya elsősorban középkori, illetve vár történetével, és tartott egy nagy sikerű előadás sorozatot, helyben a Tiszti Kaszinóban, az ott állomásozó 12. lovas ezrednek a Tiszti Kaszinójába, és ezt a helyi Tolna vármegye és közérdek című újság, amely több mint két évtizeden keresztül tudósította a megye különböző eseményéről, lényegében egy az egyben leközölte 1915. február és márciusának a fordulóján. Ez a mai napig is olvasható. Lényegében ezt a három kis közlést fogták össze és megjelentették, vagy hát maga az orvos megjelentette, és ebből lett az a kis füzetecske, amelyet eljuttatott a lengyelen élő gróf Apponyi Sándorhoz. Gróf Apponyi Sándor köszönőlevelének szövege a következő. Lengyel, 1915, 6. hó 17. Igen tisztelt Uram! Nagyon szépen köszönöm a Simon Tornyai Vár története című tanulmányának szíves megküldését. Már olvastam volt a Tolna vármegyében, nagyon érdekelt és örülök, hogy könyvalakban is bírom. Szívélyes üdvözlettel, tisztelője Apponyi Sándor. Dr. Kis István 1861-ben született és hosszú életet élt, 1954-ben hunyt el, egészen két háború közepéig, 30-as évekig aktív volt orvosként, utána viszont már nyugdíjasként csak helytörténeti kutatásaival foglalkozott. 1938-ban jelent meg élete főműve, amely a Simon Tornya krónikája címet viseli. A praxisát a fia, ifjabb dr. Kis István vitte tovább, aki 1950-es évek végéig élt Simon Tornyán, és hát végül is rajta keresztül jutott el, ez többek közt ez a levelezés is, először Takács Máriához, majd utána ide-vissza a Szekszárdi Múzeumhoz. A levélváltásnak a másik szereplője, aki maga ugye írta ezt a levelet, róla kell megjegyeznünk azon felül, hogy múzeumunk egyik alapítóját tisztelhetjük benne, hogy egy nagyon híres országszerte, híres bibliofil volt, tehát gyűjtötte elsősorban Magyarországra, magyarságra vonatkozó megjelent középkori vagy újkori kiadványokat, ez az úgynevezett Hungarikána gyűjtemény, amelyet aztán, mivel gyermektelenül hunyt el, a felesége halálát követően a Nemzeti Múzeumba adományozták. Egyébként ezt 1925-ben halt meg Apponyi Sándor, és ezt követően már megkapta a Nemzeti Múzeum, és ezt a mai napig is a Nemzeti Múzeumból később kivált országos Széchenyi könyvtár őrzi, mai napig is megtekinthető Budapesten, mint az Apponyi féle Hungarikána, több ezer tételt számlál, hatalmas nagy gyűjtemény, tehát közismert volt helyben is, illetve a nagyvilágban is az ő gyűjtői szenvedélye, illetve nem csak a szenvedély, hanem hogy ezt egy értő módon fel is dolgozta ezeket a régi
magyarságra vonatkozó kiadványokat, és úgy gondolták, hogy, illetve maga Kis István is, hogy ebbe ez a szerény kis helytörténeti füzetecske is jó helyen lesz az Apponyi grófnak a könyvtárába. Érdekesség, hogy a papír és a boríték alsó sarkához közel szakadás figyelhető meg. Egy másik hasonló módon kiszakadt, átadott iratra. Ifjabb doktor Kis feljegyezte, hogy 1944-45-ben a front alatt az íróasztal fiókjában szilánktól sérült. Ez alapján valószínűsíthető, hogy Apponyi levele is ekkor rongálódott meg. Ahogy kutakodtam a levélben szereplő személyek után, az érdekes felfedezés volt, hogy 1889-ben ők már találkoztak egyszer, tehát nem egy udvar, csupán egy udvariassági gesztus volt, hogy elküldöm, illetve megválaszolom, hogy megköszönöm a gróf részéről, hanem 1889-ben már, tehát jóval-jóval több évtizeddel korábban ők már találkoztak, mégpedig úgy, hogy dr. Kis István egy régész neves régészekből álló társasághoz csatlakozott, 89. májusában tagja volt például Fröhlich Robert, Posta Béla, Pulszky Ferenc, hat nagyon neves régészek, akik közül nem egy szobor formájában a Nemzeti Múzeumnak a parkjában is megfigyelhetőek, és meglátogatták részben a lengyelen a grófot, illetve ezt követően akkor már aparon plébánosként működő Wosinski Mort is, viszont aki Hanton, tehát a szomp, most már ugye egyben van Apar-Hant, de akkor még két különböző település volt, Hanton végzett római villának a feltárását, ezt is megtekintették. És Kis István ennek a társaságnak a tagjaként meg tudta tekinteni az akkor még Apponyinál lévő lengyeli gyűjteményt, hiszen az a hatalmas ásatás, amely a kultúrának, ennek a késő neolit korarészkori úgynevezett lengyeli kultúrának a névadó lelőhelye volt, az abból származó anyagoknak egy jelentős része Apponyi grófhoz került, és többek közt ezt ajánlotta fel Szekszárdnak. Kettejük a majdani Szekszárdi Múzeum számára felajánlott régészeti műtárgyai képezte Tolna vármegye múzeuma gyűjteményének magját.